Irigylésre méltó helyzetben van a kisvárdai szakmai stáb, ugyanis olyan erősségű és olyan bő a játékos keret, hogy akár két hasonló csapatot is ki tudnak állítani. A vezetők élnek is a lehetőséggel, rendszeresen dupla edzőmeccset játszik a Várda. Legutóbb szombaton -9 fokban a súlyos sérülés szenvedő Kardos Norbert helyére igazolt Papucsek Barnával a soraiban, az egyik gárda Rajci két találatával, valamint erős és hozta góljával 4-0-ra vert a Nyírbátort. A másik együttes Eszláthy két góljának köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a szlovák második ligában szereplő Bárdejovval. Mindenképpen elégedettek lehetünk a mérkőzésen szerzett tapasztalatokkal, hiszen az első meccsen ugye megint csak gólokban mutatkozott meg a csapatnak a fölénye, annak ellenére, hogy egy jó ellenfél ellen játszottunk. A másik mérkőzésen pedig egy nagyon fegyelmezett játékot mutatott be a társaság, ott inkább a helyzetkihasználás volt a probléma, számtalan gólszerzési lehetőségünk volt, nagyobb arányba lehetett volna azt a mérkőzést megnyerni, ezt mindenféleképpen ki kell javítanunk a jövőt illetően. A 11-szeres válogatott támadó Rajci Péter szerint a bőkeretnek köszönhetően jelentősen bővült a csapat taktikai tárháza. Elég erős a keretünk, ahogy a mester is mondta, több variációt próbálgatnak, több felállási formát. Nyilván ez az edzőtábor alatt majd kikristályosodik, hogy mi lesz az a kezdő 11, aki majd kiszalad a pályára a Csákvár ellen, de utána is fog változni a csapat, hiszen különböző ellenfelek jönnek, és megvan a különböző erősségű játékosok a keretben, hogy tudjanak variálni. Adott esetben defenzív játékot tudunk nyújtani, adott esetben le tudunk támadni, tehát az edzőknek azért jelen pillanatban el vannak kényeztetve. A Kisvárda Master úgy csütörtökön 21 mezőnyjátékossal, 3 kapussal és hétfős szakmai stábbal 10 napos törökországi edzőtáborba utazik, ahol 4 meccset játszik a csapat. Az ellenfelek között lesz egy kazak és egy japán első osztályú, valamint egy német másodosztályú együttes, a negyedik edzőpartner kiléte egyelőre még kérdéses.